Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gajzágó György, a képernyőn láthatják a pontos titulusát. Szép jó reggelt kívánok, így március idusán. Jó reggelt kívánok. Mi várható a kortárs művészetre? Hamarosan nyílik egy hatalmas vásár, és lesz ott minden. Miről is beszélünk? Az Antique and Art vásárról van szó. Jövő héten nyílik a Millenárison. Kevesebb kortárs lesz, mint klasszikus. Körülbelül olyan arányba fogják a kortárs művészetet képviselni az ottani standok, mint amilyen arányba eloszlik a világ műkereskedelmébe. A világ műkereskedelme jelenleg még majdnem 3/4 részben a klasszikus műtárgyak kereskedelméből áll, azzal együtt, hogy ha egy kicsit tőzsdei szemmel nézzük, a klasszikus műtárgyak globális árindex az folyamatosan csökken. Ennek az az oka, hogy a klasszikus... Azért van, ami tartja magát, meg nő is. Kevéssé. Tehát vannak bizonyos felárazások. Például tavaly ugye a világ legdrágább műtárgya $450 millió a Leonardo Salvador Mundi című képe, ugye ennyiért kelt el, de hol? Egy kortárs aukción, tehát hogy már ott van a pénz. Tehát azért csökken ez az árindex, mert hogy vonódnak ki a múzeumi felvásárlások miatt a valóban értékes műtárgyak, és az a helyzet, hogy ezeket a még meglevő igényeket most azért hamisítványokkal... Most foglak megszakítani, mert viszonyúra érdekel, nem csak engem, feltételezem a nézőket is, hogy az, ami egyszer elkerül egy múzeumi gyűjteményben, az valaha visszakerül a kereskedelmi forgalomba? Tehát tönkre kell, hogy menjen a múzeum és elárverezzék, vagy hogy kerülhet az vissza? Globálisan azt kell mondanom, hogy az a múzeumi politika, hogy nem adnak el műveket a múzeumok, tehát általában az a végállomás. Amerikában már vannak olyan felhangok, hogy nem kellene ragaszkodni bizonyos műtárgyakhoz, hanem azok, hogyha mondjuk egy művész ővréből túl sok van egy múzeumban, akkor lehet, hogy a múzeumi gyűjtemény gazdagodása vagy gazdagítása miatt lehet, hogy piacra lehetne bocsátani bizonyos műveket annak érdekében, hogy beszerezhessenek újakat, de ez most még csak kialakuló. Mennyire irigyek a múzeumok egymásra, amikor nem kortárs művészekről van szó? Inkább tartják a raktárba, mert nincs elég felület kitenni, és nem adják kölcsön egy másik múzeumnak. Mi a te tapasztalatod ebben? A múzeumi környezet is egy versenykörnyezet, és nem is kicsi. Tehát a múzeumok is versenyben vannak egymással, nem utolsó sorban az aukciókon múzeumok vásárolnak, és ugye volt nem egyszer itt Magyarországon is, hogy amikor voltak bizonyos leütések, tavaly például a Berény Róbertnek az egyik ikonikus festményénél volt, hogy a leütés után fölállt Bán László, és azt mondta, hogy magyar állam erővételi jogával kíván élni. Tehát ez a fajta dolog, ez mindenütt tetten érhető, és nyilván a múzeumoknak a látogatottsága nem kismértékben függ attól, hogy milyen az ő anyaguk, mennyire szórakoztató, mennyire csodálatra méltó az az állomány, ami ott van. És hát ne felejtsük el, hogy például a Louvre is ugye ezekből az ikonokból él. És akkor nem lennének műkincsek, és nem lennének világhírű festők, ha nem lettek volna kortárs festők, mert mindenki valamikor kortárs volt, nem? Hát nyilván. Egyébként ugye ez a fogalom, ez egy kicsit most keveredik. Tehát hogy az, hogy mindenki valamikor kortárs volt, azt jelenti, hogy valamikor mindenki adott helyen élő és praktizáló művész volt, de itt a kortárs művészet, a contemporary art, az art world, a manapság egy kicsit átértelmezte ezt a fogalmat, tehát ez egyfajta intézményrendszert, egyfajta globális iparágat jelöl, amiben, hogyha valaki szereplőként részt vesz, akkor az kortárs művész, kortárs kurátor, aki ezen kívül van, arra ez a jelző kevéssé alkalmazható. De már is úgy haladszol, mint egy egyetemi előadó, aki egy akadémiát alapított és vezet. Ezen a mostani aukción, illetve kiállításon, ha jól tudom, akkor lesznek szabad egyetemi előadások is. Mi ez tulajdonképpen? A jövő héten induló vásár az egy vásár lesz. Egyébként a jövő héten indul párhuzamosan az Ébül Budai Kreatív Házba a CCA Open nyári kortárs szabad egyetemünk, már most tavasszal.
Ez egy tavaly indított sorozat, tavaly 2 6-os sorozatot indítottunk, és nagyon nagy túljelentkezések voltak, tehát hogy most is ilyenre számítunk. Mitől szabad egyetem? Ez ingyen vannak az előadások látogatása, vagy nem kíván, mert általában az a szabad egyetem, aki nem kívánja a korábbi képzéseket, tehát valaki, aki csak az óvodát járta ki rendesen, de érzéke és érdeklődése van, az beülhet. Valóban ha pénze van rá. Valóban ingyenesek. Tehát, hogy ez nem egy olyan, amire bárki... Tessék? És akkor hol van ebbe az üzlet? Hát ez egy, tehát nekünk a... Ez a mecenatúra, ez a társadalom oktatása? Igen, tehát hogy nálunk itt a CCA-n, a Kortárs Műgyűjtő Akadémián vannak pénzen túlmutató szempontok is, tehát mi a lehetőségeinken belül mindig lehetőséget keresünk arra, hogy másokkal hogy tudunk úgy együttműködni, hogy azt a tudás centrumot, ami nálunk itt összpontosul, ezt megoszthassuk a nagy érdeművel, és ez egy jó platform, kellemes és nagyon színvonalas környezetben tudjuk ezt a dolgot művelni, és a nagy érdeklődés miatt már eljutottunk oda, hogy ezt a szabad egyetem előadást mi közvetíteni is fogjuk, tehát hogy meg tudjuk osztani a nagy érdeművel. Hol fogjátok közvetíteni? Streamelt videón közvetítjük a Facebookon. Az a közösségi oldal, mert a Facebook nem fizetett reklámot. Kik lesznek azok, akik ide elmennek? Gondolom, hogy azért már feliratkoztak emberek. Nem. Ezt viszonylag rövid határidővel szoktuk szervezni. Az, hogy jövő kedden szabad egyetem lesz, azt még csak most fogjuk kommunikálni, egy hét alatt. Íme, kedves nézőim, igen, akit a kortárs művészet érdekel, íme a lehetőség. Igen. Hol és mikor lehet jelentkezni, és helyileg hol lesz ez? Helyileg az Iblu Budai Kreatív Házban lesz, ez a Várkert Bazárnál van, és a közösségi portálon, illetve a közösségi portál oldalán, a CCA-nak az oldalán fogjuk ezt közéteni, illetve e-mailen kapnak értesítést azok, akik már tavaly is jöttek a Szabad Egyetemünkre. Nagyon érdekes, hogy, és mi se számítottunk erre, tavaly májusban indult az Iblu Budai Kreatív Ház, megkerestek minket, hogy valamilyen tartalmas és jó színvonalas programot vigyünk oda, és mondtuk, csináltunk egy kortárs szabad egyetemet, de hát kijár nyáron szabad egyetemre, volt bizonyos vakrepülés feeling ebbe az egész projektbe. Ennek ellenére kezdetől fogva a 45 helyes férőhely teremre 80 és 120 fő között jelentkeztek. Tehát, hogy konkrétan előállt az, hogy nyár derekán biztonsági őrnek kellett távol tartani a tömeget, hogy ne engedjék föl, mert hogy itt ilyen tűzrendészeti előállás miatt csak 45 fő. Kedves nézőim, figyelnek, hallják? Tehát gyorsan jelentkezni, hogy nehogy a biztonsági őrök önöket kirekesszék. Habár egy megoldás van a dologra, ugye élőbe közvetítik azon a bizonyos közösségi oldalon, és hogyha érdekes lesz, akkor lehet, hogy mi is rögzítjük. Kortárs művészek, arról beszéltünk, hogy non-profit, profit, hogy valami egész más, egy olyan galerista, aki korabeli képeket árul, aki valamihez hozzá van szokva. Mennyire más kell, hogyha én holnap egy galériát akarok nyitni, hogy egy kortárs galériát nyissak, és ne valami, amit automatikusan jó pénzt hoz. Automatikusan jó pénzt hoz, ez egy érdekes fogalom. Én úgy gondolom, hogy automatikusan jó pénzt hoz egy jó helyen, jó áruellátással, jól megpiározott, jól bevezetett, megbízható eladókkal, megbízható szakemberekkel, sok-sok műgyűjtővel fölhabosított hely, ez a jó sok pénzt hoz. Ezzel ellentétben, mit tudom én, a 13. kerület egyik mellékutcájában egy félig pincébe, félig az utcán lévő nagyon nagy tágas galériát kinyitni és teleakaszgatni kortárs művésszel, és arra már nem jut pénz, hogy megkérdessük, hogy hol vagyunk. Igen, ez egy nagyon összetett feladat, és úgy gondolom, hogy ennél az iparágnál nevezzük így. Ugye most éppen mai hír, hogy a kreatív iparra kapcsolatban vannak bizonyos állami lépések is, amit... Ezt próbáltam ilyen hosszasan fölvezetni. Aminek én nagyon örülök, hogy az ITM együttműködési megállapodást kötött a MOMÉ-val, és megalapul a kortárs, illetve a kreatív ipari kerekasztal, ahol... A MOMÉ és a MOMA nem összekeverendő. Igen, igen. Visszatérve erre a galéria dologra, hogy itt ennél az iparágnál
abszolút érvényesül a szántásvetés aratás sorrendisége. Tehát, hogy itt először egy nagyon kemény munkával meg kell szántani azt a piacot, azt az ugart, ami ugye jelenleg teljesen feltöretlen, hogyha valaki egy új galériát nyit, mert ez egy eléggé zárt közeg, meg kell szólítani azokat az embereket, oda kell, hogy egy kicsit édesgessük, el kell vetni a magokat, hogy az ugye öntözni kell. Tehát nagyon komoly, szisztematikus munka kell, hogy egy galériának a munkája az termőre forduljon, és azok a művészek, akiket ő képvisel, azok értéket képviseljenek a szakma szemében is. A művészek értékeléséhez, és itt ugye a kurátorokra célzok, akik ugye ez konszenzus, és ez nagyon fontos kulcs szó, validálják a művészt, tehát bizonyos számú kurátor egybehangoló véleménye kell ahhoz, hogy egy művész valóban jónak legyen mondható. És így, hogyha ugye elkezd a művész reputációja nőni, elkezd a művész különböző helyeken kiállítani, for profit és non-profit helyeken, először ugye non-profit, tehát mindenfajta kereskedelmi érdek nélküli kiállító helyeken célszerű, és kell bizonyítania, hogy ő jó művész. Ugye itt a kurátorok tartják kézben ezeket a kiállító helyeket, és utána lehet neki bemenni a for profit szektorba, ahol ezeket a bizonyos bizonyítványokat érvényesíteni tudja, és az ő praxisát fenntarthatóvá tudja tenni. Erről a készülődő MOMIV-val kötött szerződésből mikor fog ez világba szökkenni? Tehát milyen eredmények várhatók majd ettől az együttműködéstől? Vagy ez az iparág elismerése tulajdonképpen? Én úgy gondolom, hogy igen, tehát hogy most már, ha elkezdtünk valamit, úgy gondolom, a fele már megvan. Tehát az, hogy ki lett mondva, hogy a kreatív ipar az a GDP 6,5%-át adja, sosem mondták ezt ki. Az nyugaton már megvoltak ezek a számok, és ugye ezek mindig ismertek voltak, de Magyarországon az ipar és iparág szó az nagyon komolyan kötődött az ilyen hardcore iparágakhoz, hogyha van zűm meg a gép és a robot, és jön ki a gumi meg a Suzuki, ugye az az ipar, a kreatív ipar az egy ilyen valami, ugye, tehát hogy emberek ott csinálnak valamit, de hát hogy ez mi a termelés és mi az érték, ezt ugye nem nehezen lehetett számszerűsíteni. Hát mert ugye azt tervbe lehet venni, ezt meg lehet annak a profitját tervezni. Ezt is meg lehet, tehát ugye Galilei mondta, hogy mérd, ami mérhető és ami nem mérhető, azt tedd mérhetővé. Tehát itt is, hogyha bizonyos rendezettségek mögé kerülnek, transzparenciák mögé kerülnek, mint ahogy ez a kortárs iparág és általában a művészeti szektor nagyon sok szürke, gazdasági terhet hordoz magával. Tehát egy kicsit ilyen szent tehén volt, amihez nem nyúltak eddig hozzá, és egy ilyen még most is egy kicsit ilyen megtűrt, elfogadott, valami ott történik. Tehát hogy ez a fajta nemzetgazdasági szemlélet, ami úgy gondolom, hogy megilleti ezt a szektort, nem csak azért, mert fontos a kultúra szempontjából, hanem mint kreatív erőforrás, és mint kreatív erőforrás az innovációknak a letéteményese, ez stratégiai kérdést igényel. Innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Gajzágó Györgyöt látták és hallották. Visszavárjuk, most előzetesek, és hamarosan jövünk vissza. Tartsanak velünk!